kívánok! Nagyon örülök, hogy itt lehetek, mert mi az utolsó mogyon vettünk részt, és azóta vártuk, hogy mikor lesz a következő. És amikor láttuk, akkor rögtön gondoltuk, hogy mi ezen mindenféleképpen szeretnénk itt lenni. Egy pár szót mondok magamról. Tehát én Huszár Zsuzsa vagyok, dietetikus, táplálkozási tanácsadó, és főleg a cukoranyagcsere zavaraival foglalkozom. Van egy alapítványunk, Páratlan Ajándék a neve, ez több mint 10 éve létezik, és főleg cukorbeteg gyerekekkel foglalkozunk, de természetesen felnőttekkel is, csak úgy vettük észre, hogy ők azok, akik hát mindenki rászorul, de önállók nagyon sokat lehet még változtatni az állapotukon is, hogyha időben jó kézbe kerülnek. Az a tapasztalatunk, hogy Magyarországon sajnos a cukorbetegek utánkövetése, vagy akár dietetikai tanácsadása az eléggé gyerekcipőben jár. Tehát ha valakit diagnosztizálnak, akkor utána egy kicsit magára hagyják ezzel a dologgal, hogy mit tegyen, mik azok, amik segíthetnek rajta. Tehát általában felírják neki a havi gyógyszeradagját, és hogy azon kívül mivel javíthatna az állapotán, ezzel nem tud a magyar egészségügy leterheltsége meg sok mások miatt foglalkozni. Sajnos nincs a évi vagy félévi kötelező dietetikai tanácsadás sem már a rendszerben. Régen egy olyan 10-15 éve mindenkinek járt alanyi jogon a TB-vel, most már sajnos nem járt, tehát bárki, aki szeretne efelől információt szerezni a táplálkozásáról, annak ugye föl kell keresni egy szakembert. És mi úgy gondoltuk, hogy mi ezen az ismeret terjesztési vonalon dolgozunk az alapítványunkkal, mert főleg így az internet korában rengeteg információ van, és az ember most nem, egyszer nem tudja kitalálni, hogy minek higgyen. Ugye jelennek meg egymás után a cikkek, ez az édesítő jó-e, ez a cukor jó-e. Most akkor melyiknek higgyünk? Azt kell mondanom, hogy ugye 90%-ban ezeket a cikkeket nem szakemberek írják, hanem újságírók, esetleg lefordítva valami külföldi forrásból, nem mindig tökéletesen. Én egyébként az egészségügyi cikkek írását valamiféle végzettséghez kötném. Tehát nagyon nagy felelősség ez, amikor írnak arról, hogy egy ilyen diétát köves, vagy ilyen étrendet, és inkább fogalmuk sincs róla, hogy miről beszélnek. Amellett mi foglalkozunk cukormentes édességek gyártásával is, amiket majd meg lehet kóstolni itt a sátrunknál, úgyhogy várom önöket nagy szeretettel. Még nem raktuk föl, mert most érkeztünk, de az árusító részen leszünk, és kóstolóval jöttünk azok olyan hatóanyagokkal, amikről majd most fogok beszélni. Azt is tudni kell, hogy én szintén cukorbeteg vagyok. Inzulin rezisztanciával indult, és sajnos már nem sikerült megállítani annál, tehát cukorbetegségbe torkollott. Én nagy cégeknél dolgoztam, multi cégeknél, és nagyon egészségtelen életmódot éltem, úgyhogy elég erős korrelációt látok a két dolog között. Sok stressz is volt az életemben, és hát az étkezés az egyáltalán nem volt megfelelő. Ha még egy picit beszélünk a cukorbetegségről, hogy mire vezethető vissza, a készételek, a mesterséges élelmiszerek, a légkörből ki nem szűrhető szennyeződések, a stressz nagyon gyakran hozzájárul, és hát a családi terheltség is, tehát akinek a szülei, nagyszülei között volt, annak a nem is 50-szeres, hanem sokkal nagyobb a rizikófaktora, tehát nagyon kell vigyázni rá, hogyha a családban már előfordult. Nem tudom, itt van-e közöttünk most esetleg cukorbeteg, vagy táplálékallergiás, hál' Istennek nincsen. Egyébként, vagy van? Egy édesanyja, igen, tehát akkor majd viszi tovább az információkat, meg kérem, remélem. A cukorbetegség kezelésénél ugye a legfontosabb a stabil vércukor biztosítása. És nagyon sokszor az a tapasztalatom, hogy ez magával a gyógyszerekkel még egyáltalán nem elérhető. Tehát mind az étkezés, a diéta, mind azok a gyógynövények, amit tudnak rajta segíteni, ezek rendkívül fontosak. Bár most már tényleg nagyon jó gyógyszerek vannak, és ezt most itt leszögezem, hogy minden, amit én mondani fogok, az nem helyettesíti a gyógyszerszedést, vagy nem írja felül az orvos tanácsát, ezek mind olyan dolgok, amik segíthetnek, de természetesen nem helyettesítik a gyógyszerek megfelelő adagolását. Külön szoktuk venni, amikor egy cukorbeteggel foglalkozunk, hogy magát ezt a vércukorszint stabilizálását tekintjük elsőleges feladatnak, vagy a cukorbetegséggel együtt járó patológiai állapotokat. Tudnilik, ez egy ilyen nagyon alattomos és az összes szervre kiható betegség, és ugye nem áll meg annál, hogy nekem most akkor inzulint kell szednem, vagy valamilyen gyógyszert, hanem az erekre van elsősorban nagy hatással, és mivel az erek biztosítják szervezetünk teljes egészében a vérellátást, az oxigénellátást, a tápanyagellátást, ilyen módon az összes tervünk károsodni tud tőle.
Általában ez egy-egy embernél egy-két részre korlátozódik, kinél melyik az érzékenyebb. Van, akinek a vese, ugye a vese átültetés is szóba kerülhet végső soron cukorbetegeknél. Van, akinek ugye a neuropatológia, tehát az idegek károsodnak, főleg a végtagokban, a lábban, a kezekben. Magyarországon minden nap történik 2-3 amputáció cukorbetegség miatt. Tehát ha belegondolunk, ez egy rettenetes szám. Nem beszélve arról, hogy utána az egészségi állapot, a lelki állapot az milyen, tehát rehabilitációra van szükség, vagy akár egy komoly élethelyzetváltozást okoz elő, ami utána a családnak is törődnie kell. Nekünk is van egy ismerősünk, akinek most már a második lábát vágják letért fölött tolókocsiba kényszerül, és hát nagyon nehéz a munkába járás, ugye nem nincsenek megoldva ezek az akadálymentesített részek. A következő, amit nagyon könnyen megtámad a cukorbetegség, az a szem. Ugye vakságot okoz szintén nagyon sok magyar embernél, akár fiataloknál is, pont azért, mert a szemben olyan kicsi hajszálerek vannak, amiket a cukorbetegség rettentően tud károsítani, és ha nem jut oda tápanyag, nem jut oda oxigén, akkor elég hamar bekövetkezhet a vakság. És itt akkor bele is vágnék rögtön az első nem gyógynövénybe, de gyógyhatású gyümölcsbe. Én most elsősorban itt olyanokról szeretnék beszélni, ami kifejezetten magyar vonatkozások, aztán egy kicsit érinthető nemzetközi vizeket is, de az első ilyen remek magyar vonatkozású gyógynövény, vagy gyógyhatású gyümölcs, az a vörösszőlő, és főleg a vörösszőlőnek a magja, és a vörösszőlőnek az olaja, és a magjának az olaja. Rettentően gazdag antioxidánsokban, olyan anyagokban, amik nem csak rehabilitálják a károsodott területeket, de előre dolgoznak, tehát megvédik, táplálják, tápanyagokkal látják el, szemre fantasztikusak. Például, aki már szemüveges, kedves például látogatóink, nagyon... tartalmas irodalmi művészeti műsor kezdődik a könyv és sajtósátorban. Szeretettel várjuk Önöket. Na, tehát ott tartottam, hogy a szemre nagyon-nagyon jó, tehát szemüvegesek vagy, akik sokat dolgoznak számítógéppel, vagy sokat vezetnek, nekik egy-két hét alatt már javulás lehet érzékelni. Az én párom számítógéppel dolgozik, és amikor elhanyagolja és nem veszi be ezeket a tablettákat, akkor már egy-két hét alatt érezni. A szívre például vérnyomásra nagyon-nagyon jó hatása van szintén a vörös szőlőmag. Itt az értágító hatás az, amit figyelni kell, azon kívül vas, ásványi anyagtartalom, ami szintén nagyon fontos a szívnek. Az a nagyon jó még a vörös szőlőben, hogy nem lehet túladagolni, mert ugye azt mondanám, hogy egy jó pohár vörös bort igyon meg mindenki, hát ott az adagolással már lehet, hogy problémák lennének, hogy ki mit tekint és mekkora poharat, de a vörös szőlőmagot, ugye, ami nem tartalmaz alkoholt, ez gyerekeknek lehet adni, időseknek lehet adni. Az a nagyon jó még ebben a vörös szőlő örleményben, hogy a borral és a szőlővel ellentétben semmiféle cukrot nem tartalmaz, mert ugye a szőlő például cukorbetegeknek már egy vigyázattal fogyasztható dolog, tehát a vörös szőlő az semmiért nem tartalmaz. Sokfajta formában kapható például liszt formájában, tehát szőlőmagliszt, amit pedig süteményekbe tehetünk, turmixokba tehetünk. Nincs magában egy olyan jó íze, amit elvárnánk ugye a vörösbortól, ez egy olyan kicsit olyan lisztes, olyan kesernyés, de remekül bizonyos részeket ki lehet váltani sütésnél, főzésnél, akár sűríteni is lehet vele. Sok közben rengeteg jó tápanyagot veszünk magunkhoz. Tehát ez az egyik, amit mindenkinek ajánlani tudok. Hölgyeknek amúgy is nagyon jó, mert a vas pótlására, meg ásványi pótlására nagyon hasznos. Aztán a következő érdekes gyógynövény, vagy hát gyógyhatású fűszer, az a görög széna. Nem tudom, ki használja főzésnél. Ez egy nagyon-nagyon régóta, már az ókorban ismert gyógynövény, már az Ebers papiruszokon rajta van. Azok ugye az egyik legkorábban ismert gyógyászati tekercsek Egyiptomból, és ezt a fűszert, mint a legtöbb fűszert, már akkor használták gyógyításra. És ennek az a specialitása, hogy noha a keletről származik, de Magyarországon nagyon régóta termesztik, és egy olyan 20 éve van egy speciális magyar görög széna, óvár a neve, így lehet venni a magokat.
egy professzor foglalkozik vele, innen kapta a nevét is, a Nyugat-Magyarország Egyetemen végeznek rendkívül sok kísérletet a görög szénával. Ennek olyan megpirítva kicsit kesernyés íze van, nagyon jól megy követekhez akár, de csak úgy salátára rászórva, vagy akár simán egy kanállal, szokták mézbe is tenni, tejbe, vagy különböző növényi tejekbe. Az a lényege, hogy a vérnyomás csökkentésével és a vércukor stabilizálásával remekül lehet vele kezelni a cukorbetegséget. Már egy-két fogyasztás után mérhető, sőt, ugye megfelelő műszerekkel azonnal mérni lehetne, hogy egy olyan ételt fogyasztunk, amiben görög széna van, akkor még akár a mellette lévő erősen szénhidrát jellegű dolgokat is kiegyensúlyozza. És ugye ez a másik, amire oda kell figyelnünk, mert valljuk be, hogy elég kevesen tudnak egy kiegyensúlyozó diétát betartani, mert rohanunk, mert ide megyünk, oda megyünk. Igen, nagyon sok oka van, ami miatt ezt nehéz tartani, és akkor például, ha az embernél van dió, akkor az egy ilyen SOS segély lehet. A dióban nem csak, hogy rengeteg olyan olaj van, ami hihetetlen jót tesz a testnek, többek között az agyműködésnek. Biztos ismerik azt a táblázatot is, hogy amilyen az alakja a gyümölcsnek, vagy formája, arra a szervre hat. És ugye a dió az pontosan úgy néz ki, mint egy kis agy, de hát igazából hasnyálmirigy formája is lehetne, mert hogy tényleg nagyon-nagyon jó. Az olaj tartalmánál és még a csersav tartalmánál fogva... Tisztelt látogatóink! A fenntarthatóság útján sátorban 5 perc múlva kezdődik a következő előadás. Beck Zoltán vállalkozó fog tartani előadást. A sikeres vállalkozások és a vidék megmaradása témában. Szeretettel várunk mindenkit! Volt itt egy hozzászólás az első sorból, a kismamáknak is nagyon jó, hogy a lánya nagyon sokat fogyasztott és okos gyerekek lettek. Abszolút. Hát ha belegondolunk, a magyar népi konyhában a diós ételek azok ugye abszolút előjártak. Ha a hús az mondjuk egyszer került egy héten az asztalra, de diós tészta, mézbetéve, diópálink ebbe, tehát a dió az rendes részét képezte. És akkor a dió egy ilyen kis SOS segítség lehet, hogy bármilyen ételt eszünk, ezzel persze nem azt akarom elősegíteni, hogy egészségtelenül étkezünk, de van nálunk egy marék dió, és azt elfogyasztjuk étkezés után, akkor kitolhatjuk a felszívódását szinte minden ételnek. És ugye ez a lényeg, hogy így tartjuk stabilan a vércukorszintet. Most itt a glikémiás indexről nem beszélek túl sokat, de az a mutatója az ételeknek, hogy mennyire emeli meg a vércukorszintet, és ugye minél magasabb ez a mutató, annál jobban emeli meg, ami után le is zuhan, és ugye kimeríti az inzulin termelésünket, és nagyon nagy terhet ró a hasnyálmirigyre meg a különböző hormonokra. Még hogyha inzulin szedünk vagy gyógyszereket, ez akkor is így van. És akkor a dióval ezen bizony segíthetünk. Tehát egy marék dió étkezés után, ha éppen nem is olyat tartalmazott tartalmaztak a fogásaink, akkor ez nagyon jót tehet. Aztán a következő az a csalán, amit általában a méregtelenítő meg vas tartalma miatt szoktak fogyasztani, de nagyon komoly szerepe van a cukorbetegek diétájában. Biztos hallottatok már mindannyian a Gyuri bácsinak a diabetesztájáról. Az például csalán tartalma az diólevelet, áfonyalevelet és gyermekláncfüvet. Sokáig titok volt, hogy mi van benne, az arányok most is titkosak, azért ugye az sem mindegy, de ennek a négy gyógynövénynek a fogyasztásával már akkor kihasználhatjuk. Az áfonya az körülbelül ugyanolyan módon működik, mint az előbb említett vörösszőlő. Azért nem beszélek róla annyit, mert áfonyát Magyarországon nagyon keveset találni, ugye az általában az ilyen savanyúbb Sopron felé, meg Ausztria felé ilyen részeket kedvel. Van egy pár termelő Magyarországon, de azért vörösszőlőben sokkal többet találunk, viszont az áfonyának a levele, az is nagyon hasznos.
tehát érdemes azt is szerezni. Aztán szintén egy keletről, Oroszországból érkezett gyógyhatású gyümölcs, amit most már Magyarországon is nagyon sokat termesztenek, a homoktövis. Ennek immunerősítő hatása van. Tényleg fantasztikus, tehát megem például az allergiámból ez gyógyított meg. Fél évig szedtem a magolajat. Nagyon finom íze is volt, tehát egy ilyen savanykás, citromos olaj volt, bármihez hozzá lehetett tenni, vagy csak úgy meginni, és hihetetlen módon felturbozza az immunrendszert. Ezt Oroszországban, annak idején, amikor volt az űrprogram, még az űrhajósoknak is adták, tehát a kozmikus sugárzás elleni bőrtünetekre például, tehát külsőleg, belsőleg egy nagyon-nagyon jó dolog. Ugyanilyen aztán a körömvirág, nem véletlen, hogy ugye a homoktövisnek is, meg a körömvirágnak is élénk narancssárga, gyönyörű színe van, ezek tartalmazzák a C-vitamint, ugyanúgy, ahogy a piros, meg a fekete bogyósok, meg a rengeteg antioxidáns flavonoidot és hasonló dolgokat. Tehát a narancssárgák azok meg ugye általában a C-vitaminban gazdagok. És a körömvirág az egy mostanában inkább csak a bőrre gyakorolt hatásáról ismert, ugye van ez a zsírban eltett körömvirág, ami egy nagyon jó balzsam, de belsőleg is remekül fogyasztható. A virágzatot kell, a szép virágokat leszedni, leforrázni, és egy remek emésztés segítő anyag, ami ugye szintén a cukorbetegeknél általában probléma szokott lenni. Az a tapasztalatom, hogy a cukorbetegeknek olyan 60-70%-a szenved még így a túlsúlyjal is, meg elhízással, meg hasonlóan, nem mindenki, de általában ugye hát, ahol a cukoranyagcsere felborul, ott már nehezebb ezt szinten tartani, és a körömvirág az erre is nagyon jó, ugyanúgy a homoktövés is. Tehát például egy egészséges jó fogyókúrát C-vitamin nélkül nagyon nehéz. Tehát a C-vitamin és a bőséges folyadék az például egy alapja jó fogyókúrának, mert a citromsav ciklushoz, ami az anyagcserébe indítja, feltétlen kell a C-vitamin, ugye ezért is a neve, hogy a citromsav ciklus. Tehát erre nagyon jól lehet alkalmazni például a homoktövist. Itt már mennyiségekről beszélünk, tehát hogyha valaki mondjuk fogyókúrázni szeretne vele cukorbetegként, akkor már a levéből is kell fogyasztani, meg az olajából is elég sokat. Ha csak így erősíteni az immunrendszert, akkor mondjuk egy evőkanálnyi olaj is elég, például a homoktövisből olyan nagy hatása van, és elég mondjuk akár egy fél éves kúrát tartani, vagy 3 hónapost egyszer egy évben. Csalántát azt minden nap lehet inni, de azt például fél évenként meg kell szakítani, és akkor kell utána hagyni egy kis időt a szervezetnek, olyan erős hatóanyagai vannak a csalánnak. Görögszénát azt pedig minden nap lehet enni. Van egy ilyen nagyon érdekes kis mellékhatása is, hogy azt mondják, hogy a hölgyek keblének méretét növeli. Szóval, hogyha valaki műtét nélkül szeretne egy ilyen tulajdonságra szert tenni, akkor annak a mézbe kell fogyasztani a tört görögszénát. Hogyha ilyen vágyak lennének. De még férfiak nem számoltak be erről, hogy náluk milyen hatás. Egyébként gyanítom, hogy ez tényleg csak a nőknél érvényesül, mert az ő hormonrendszerükre fejt ki a görögszéna ilyen hatást. Aztán, amiről még akartam beszélni, az, hogy... Ezt én interaktívra gondoltam egyébként ezt az előadást, hogy ha bármi kérdés van, akkor közben akkor nyugodtan lehet föltenni bármiféle kérdést, vagy egy kicsit arról is beszéljünk, hogy a stabil vércukorszint fenntartásához mik azok az édesítőszerek vagy cukrok, amiket jó használni, mik amiket lehet, mik amiket nem. Itt milyen édesítőszereket használtok ti? Itt nem használ senki semmit cukor, nélkül az a nagyon jó, ennél jobb nem is kell. Mindennek műze, igen. Egy gyümölcscukor van mellettünk, arra hátrébb, édesítéshez. Eritrit stevia. Eritrit stevia, ott a kedvenc. Az a negyed annyi, vagy ez a... Ez a neve nekünk, mert négyszeres, vagy négyszeres erős. Édesanyja mit használ? Nyírfacukrot használunk otthon, de alig használjuk egy otthon. Tehát nyírfacukor, ott arra fele. Ha nem jön válasz, akkor gyanítom, hogy mi a válasz. Igen, te itt?
mikor mit adnak. Jó, hát én nagyon felvilágosult sátorral ülök szembe, úgy látom, mert arról akartam pont beszélni, hogy mi az, amit ne, de úgy látom, hogy itt már erről túl sokat nem is kell. Egy olyan félértést szeretnék csak eloszlatni, hogy mi a mesterséges, meg hogy mi nem a mesterséges. Vannak ugye a természetes cukrok, ide tartoznak a kristálycukor, a fehér cukor, a különböző nátcukrok, a különböző szirupok, ami itt megtévesztő leszek, tehát rögtön ebbe bele is megyek, mert a szirupok között van az, ami jó, és van az, ami nem. És ami nem jó, az a juharszirup, meg hasonlók, amik nagyon nagy cukortartalmúak. És például, ha mi azt képzeljük, hogy a juharszirup az természetes, ez már nem úgy néz ki, mint régen, hogy megcsapoltak egy fát, és akkor akár abból kiengedték a nedvet, és felfőzték, vagy besűrítették. Nem, ez általában úgy néz ki, hogy egy minimális kis kristálycukorral, és vagy, ami még rosszabb, kukoricaszirupppal. És akkor így kerül a polcokra a juharszirup. Van nyírfavíz és juharvíz is, ami eredeti, valódi, de meg kell nézni nagyon, hogy melyiket veszünk. Tehát ezek a szirupok, agavé társai, ezek általában finomított termékek, elég mesterségesek, és általában 90% finomított cukrot tartalmaznak. Sajnos azt kell mondjam, hogy Magyarországon kapható úgynevezett barna cukrok, vagy nátcukrok, azok kicsit sem jók, kicsit sem természetesebbek, és általában még színezve vannak, tehát nem is a valódi tartalmat találjuk benne, hanem meg vannak színezve, és sokszor még csak nem is melasszal, hanem valami színezékkel. A melasszról is kell egy pár szót ejtsek, mert a melassz mondjuk egy ilyen 50 vagy 70 éve egy nagyon-nagyon egészséges dolog volt, tartalmazta az ásványi részeit is, mondjuk a cukorrépának, vagy amiből készült. Ez manapság, mióta az élelmiszeripar átvette az uralmat, azóta nem így van. Annyira, hogy például Európa bizonyos részein, meg Amerikában a melasz be is van tiltva, tehát nem lehet forgalmazni, mert a sűrítés miatt annyira felgyűlnek benne azok az anyagok, azok a növényvédés hasonló kemikáliák, amiket nem akarunk megenni, hogy nagy koncentrációban tartalmaz mérgező vegyületeket. Van még az indiai gúr, cukor, nátcukor, de nagyon az a például nagyon nehéz dolgozni, és ugye bárki, akinek hasonló panasza van, vagy cukorbetegsége már ugye sem fogyaszthatja. Aztán ott van a méz, ami egy fogós kérdés, mert mi több tesztet végeztünk fogyasztóvédelemmel együtt, és nagyon ritka a valódi méz, tehát amit őstermelőktől vesz az ember, az valószínűleg méz, de sajnos nagyon sok a hamisított, egyrészt, tehát cukorszirupppal készülő, másrészt pedig nagyon sok olyan termelő van, azért ez nem Magyarországon van, inkább Amerikában vagy a keleti részeken, Kína, igen, akik például soha nem engedik ki a méhet, hanem cukorszirupppal etetik, és akkor semmit nem gyűjt össze a gyógynövényekből, a növényekből, hagyjuk már azt is, hogy energetikailag milyen az a méz, amit ott a szegény bezárt méh egész életébe termel, és aztán általában is pusztítják ezeket a méh családokat ősszel, mert sokkal könnyebb egy újat venni tavasszal, mint megtartani őket télen, tehát etikailag is egy nagyon megkérdőjelezhető ez a méh tartás, és ezek a mézek, ezek nem jó hatásúak. Kettő van a mézek közül, ami kifejezetten szuper tápláléknak minősül, az egyik a manuka méz, ami messzi Ausztráliából származik, nem feltétlenül kell azt fogyasszuk, mert például az erdélyi méz, az fantasztikus. Tudnivik, Erdélynek nincsen nehézipara, nincsen autógyártása, ott nincsen semmi, csak a havasok, és akkor amit ott összegyűjtenek méhek, az nagyon-nagyon jó hatású. De nem beszélek a magyar... Igen. De nem beszélek a magyar méztermelők ellen sem, mert nagyon sok nagyon jó etikus kistermelő van, akik jó helyeken tartják, tehát odafigyelnek. Van például egy macedón barátunk is, akivel találkoztunk egy ilyen üzleti rendezvényen, és akkor kérdezték tőle, hogy neki ki a fő riválisa, és akkor erre gondoltak, hogy a kristálycukor, vagy most akkor mondta, hogy hát neki a medve leginkább, tehát amikor fölmegy ugye a méh rajokozók, az inkább a medvétől kell megvédeni neki a mézet. Az is biztos nagyon jó, azt pont nem kóstoltuk, de az, hogy az erdélyi méz, meg azok a magyar mézek, amik valódiak, azokat tudom ajánlani, még cukorbetegeknek is nagyon-nagyon mértékkel, tehát mondjuk egy héten egy kanál, de akkor meg az már minek, sose fogy el. De szóval, hogy a méz tartalmaz még olyan ásványanyagokat, amiket azt mondom, hogy akár gyerekeknek a süteményben még néha lehet, de nagyon módjával, ugye, mert
Igen, egy éves kor fölött, mert ugye pollen szennyeződés azért az mindegyikbe lehet, és akkor még nem jó kitenni a gyerekeket neki. Tehát ezek a különböző szirupok, és akkor most mondanék két olyan szirupot, ami viszont nagyon jó hatású a szervezetre, mert nem cukorforrás, hanem keményítő forrás. Az egyik a rizs szirup, a másik pedig a tápióka szirup. Ezek nagyon lassú felszívódásúak, nem fruktóztartalmúak, olyanok, mint egy önthető karamell, tehát nagyon finomak így ízlelésre is, meg lehet velük mindenfélét csinálni. Tehát ezek még jól fogyaszthatók. Aztán jönnek a mesterséges édesítőszerek, ezekről most sokat nem is szeretnék beszélni, biztos, hogy mindannyian ismerjük, tabletta is folyadékformájában kaphatóak, és nem ajánlottak. Semmiképpen kettő olyan hatását mondanám most csak el, ami bizonyított, mert nagyon sok mendemonda kering, nem mindegyiknek van valóságos alapja, tehát sokszor azért átlendülnek az egészségvédők határokon, és olyat mondanak, ami nem igaz. Kettő olyan van, ami bizonyított. Az egyik az, hogy melegítés hatására a folyékony mesterséges édesítőszerek alkotó részeikre esnek szét. Hát általában melegítjük, mert ugye kávé, tea, sütemény, tehát valószínűleg 90%-ban melegítjük őket. Ezek az alkotó részek az egyike például a hangyasav, amit úgy nem kívánunk magunknak már így elképzelésre sem, mert biztos mindenkit csipet meg hangya, és nagyon-nagyon rossz érzés. De most belül ugyanezt történik az idegszálakkal. Tehát a hangyasav az eléggé lemarja az idegek végződését, főleg forró állapotában, tehát nem jó ezt fogyasztani semmiképpen. A másik pedig az a hatásuk, hogy még nem tudják milyen módon, de interferálnak az ember hormonrendszerével. Tehát bizonyított az, hogy nem okoz súlyvesztés, sőt egy bizonyos időn túl az ilyen dúsított élelmiszerek, vagy maguk ezek súlygyarapodást okoznak. Tehát hiába veszük meg a light kólát, bocsánat, hogy kimondtam, meg ezeket a light élelmiszereket, nem a súlycsökkenés vagy az egészségesebb út felé haladunk, hanem a hormonrendszerünket ezek befolyásolják. Aztán viszont ott vannak a természetes édesítők, és itt van egy nagy félreértés, tudnélik a például a cukoralkoholoknak a csoportját, xilitet, eritritet, sokan mesterségesnek tartják. És ebben biztos közrejátszik az is, hogy nem régóta ismerjük még ezeket a vegyületeket, meg hát ilyen nevük van, hogy xilit, eritrit, most az nem úgy hangzik, mint hogy méz, meg szirup, meg hasonlók, ám de a cukoralkoholok, azok, és az a nevük is milyen, hogy hangzik ez, hogy cukoralkohol. Igazából a készítési módjukra, az eljárásra utal, és ez az eljárás pedig az erjesztés. Ami ugye az egyik legrégebbi és legegészségesebb ételkészítési mód, gondoljunk a joghurtra, a kumiszra, meg hasonlókra, amiket ugye az ős magyarok is rendszeresen fogyasztottak, meg a savanyú káposztára. És annyi a különbség, hogy nem ládában történik meg hordóban, hanem nagyipari körülmények között, ezért viszont ellenőrzött a minőség, tehát ami ott ki fog jönni a végén, az olyan, ami mindig ugyanazt a minőséget fogja adni. És hogy picit még visszatérek az erjesztéshez, a cukorbeteg diétában még, vagy bármiféle egészséges diétában nagyon-nagyon jó hatású az erjesztett savanyúság. Vigyázni kell, mert ezt is már, a savanyúságot is már rengeteg formába kapni, cukorral, édesítőszerrel, mindenféle gyorsított módokon, már ételnek sem mondható, hogy beleharap az ember a paprikába, és akkor olyan ízt érez, hogy most ez mi. De az erjesztett uborka, annak a leve, és például a savanyú káposzta, az egy fantasztikus szuper élelmiszer, ilyen szuper food, ahogy most mondani szokták. Ebből mindig kéne otthon tartani, leginkább minden étkezéshez kell lenni, ahogy igazából a magyar konyhában volt is, tehát a savanyúsága szinte mindenhez volt. Reggelire is volt, aki ette ugye idősebbek ehhez ahhoz. Nagyon-nagyon jó hatása van, már csak azért is, mert visszaépíti a mikrobiomot, vagyis a bélflórát, ami a mai kor emberének már általában nagyon károsodott. Károsítja az antibiotikum, nagyon sok olyan gyógyszer, amit szedünk, maga az életmódunk, és az egy dolog, hogy az immunrendszerünk ott rejtőzik, de most már egyre több kutató kezd arra rájönni, hogy az idegrendszerünknek egy komoly része is, és a depresszióért felelős döntési mechanizmusok nagy része is ott rejtőzik. Van egy nagyon kedves kollégám, a Tóth Gábor, ő élelmiszeripari mérnök volt, aztán úgy döntött, hogy inkább természetgyógyász lesz, miután látta, hogy milyen ez az élelmiszermérnöki munka.
szokott lenni a rádióban, nem tudom, szokták-e hallgatni, ő az elszámokról szokott nagyon sokat beszélni, és ő mondta még régebben, hogy amikor olyan módon áll fenn depresszió, ami olyan megmagyarázhatatlan, tehát nem egy nagy veszteség, vagy nem egy nehéz élethelyzet, csak simán depresszió, az általában anyagcsere zavar. És ezt aztán most már nagyon sok kutatás bebizonyította, és főleg a mikrobiomnak, tehát az egész emésztő szervünk felborulásának a jele, ez a depresszió. És ezen pedig az erjesztett élelmiszerek tudnak nagyon sokat segíteni, tehát az összes ilyen erjesztett savanyúság, a cukor, alkoholok például, és a kovász, a kovászos kenyér. Az élesztő is ugye egy már ilyen elég modern találmány, egy felgyorsítja a dolgokat, mert élesztővel 5 perc alatt meg tudunk csinálni egy pékárút, míg a kovász meg mondjuk 14 óra vagy 18 óra, előző nap be kell gyúrni. De egy jó kovászos kenyér, az gyógyszer tud lenni például a mikrobiomnak, tehát mondjuk egy jó zsiradékos kovászos kenyér, kovászos uborkával, az egy szuperfood itt most. Mindenkit felhatalmazok. Bármikor, bárhol. Igen? Kérdés? Hát a zsiradék az most egy komoly kérdés, már cukorbetegeknek, ott már nagyon kell vigyázni az állati zsiradékkal, mert az bizony az ereket igencsak beszűkíti. Tehát itt már ketté kell választani azt, hogy most betegemberről beszélünk, vagy nem. És aztán pedig az, hogy az állati zsiradék is milyen, hát ugye nagyipari állattartásról biztos, hogy ebben a körben most nem kell túl sokat beszéljek, és a feldolgozott állati termékek, mint például a felvágott és hasonlók, azok mennyire rossz hatásúak. Hát most jött ki az a legújabb kutatás, hogy a virsli, az a virsli, amit most lehet kapni a boltokban, ami szójával és hormonokkal és minden másra van tele, az már bizonyítottan rákkeltő, tehát nem lehet, meg esetleg, hanem bizonyítottan karcinogén. És mi például foglalkozunk daganatos gyerekekkel, hát nem egy szívderítő foglalatosság, hatalmas a száma a leukémiás gyerekeknek. És akkor pont múltkor kérdeztük, hogy mit teszik a kislány, és hát hogy van, hogy hónapokig csak virslit szeret enni. Szóval meg lehet húzni az egyenlőségjelet a kettő közé. A szülőket mindenképpen, pontosan, mert hát aki nem ássa ebbe bele magát, az nem biztos, hogy tudja. Nyilvánvalóan a táplálkozás tudomány az egy nagyon komoly téma. Egy anyának kéne érezni, hogy most mit adok a gyereknek, hogy odaadom azt a bébétát, meg az ilyeneket, vagy minden nap főzök egy kis krumplit, sargarépát, a babamot, vagy bármit. Ez a hölgy itt a... Szuper. Itt a bébi étel témáról került ugye szó. Ez talán azért értetetlen, mert ha belegondolunk, egy kisgyerek mennyit eszik. Tehát egy répát megpárolok, összenyomom, már kész is. Brokkoli ugyanúgy összenyom, kész. Tehát, hogy ugye itt nem egy hatfogásos menüről beszélünk, hanem csak megpépesítjük, igen. Hát az a baj, hogy az én nagymamám ugye tanult háztartástant. Tehát most találtam meg a füzetét, az egy nagyon komoly könyv arról, hogy hogyan kell vezetni egy háztartást, és ugye aztán azok a... Vendégeink, a fenntarthatóság útján sátor folytatja programját. Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, a Magyarországos Gyűlésének védnöke köszöntő beszédet tart. Kezdünk, szeretettel várunk mindenkit, itt megszólnám vállalkozó előadást tart, sikeres vállalkozások a vidék megmaradása címmel. Szeretettel vár mindenkit a fenntarthatóság útján sátor. Na hát itt arról beszélünk, hogy régen azt a lányt, aki nem tudott főzni, azt nem vették feleség. És hát viszont ugye felnőttek úgy generációk, hogy gyárba dolgoztak, nem volt már meg a háztáji, és nem tanulták ezt meg, hogy egy-két összetevőből hogyan lehet egészséges ételt készíteni, és hogy az a belefektetett idő az mennyire megéri, hanem ugye már egyszerűbb volt a boltban megvenni. Tehát, hogy még egy kicsit visszatér, hogy a cukoralkoholok, a xilit, az eritrit, az izomalt, meg még van egy pár maltitol vagy hasonló, amit úgy háztartásban nem használunk, inkább csak a cukormentes élelmiszerek gyártásában. Ezek nagyon jó dolgok, tehát nem kell tőlük félni. Az szokott lenni még mindig a nagy bumus, hogy meghajtja az embert. És ha belegondolunk, akkor ez mutatja azt, hogy például ez egy nagyon egészséges dolog, mert azért hajtja meg, mert rostanyag. Tehát a xilit a 100% rost, az eritrit 100% rost. Tehát, hogyha megeszünk ennyi buzakorpát, és ugyanúgy rohanunk,
Ez az egyik oka. Másik pedig az, hogy nincsen hozzászokva az emberek bérrendszere a rendes ilyen mértékű rostbevitelhez, amit mondjuk egy xilit vagy eritrit jelent. Remekül hozzá lehet szokni, tehát egy olyan, Szendi doktor is mondja, hogy egy olyan egy hónapnyi mindennapi 2-3 gram fogyasztásra, ami mondjuk egy cukorka vagy csak a kávéba vagy a teába beletéve, remekül hozzászokik a szervezet. Ha nem szokik hozzá, akkor ott más dolgok vannak, tehát akkor ott vagy olyan bélflóra rendellenesség, komoly gyulladás, krómbetegség, vagy pedig fenilalanin felszívódási zavar, de hát akkor azok ki fognak derülni. De az eritrit az például senkinek nem szokott ilyen gondot okozni. Aztán ott van a stevia, magyarul a jázminpakóca névre is szokott hallgatni, ez is egy nagyon jó dolog. Sokan nem szeretik a mellékíze miatt, nem tudják megszokni, semmi gond. Aki szereti, annak ez egy jó dolog. Tömege nincsen, tehát hogy ezzel mondjuk egy piskótát nem lehet megsütni, vagy hasonlók, de például házilag lehet nevelgetni, az ember leveszi a levelet, beáztatja vízbe, és akkor egy fantasztikus édes folyadékot nyer. Van egyébként egy hasonló gyógynövényük, az amazonasi indiánoknak, most nem fog eszembe jutni a neve, az például annyira édes, hogy ők úgy esznek édességet, hogy ezzel a levéllel bedörzsölik a szájuk belsejét, és utána bármit megesznek, úgy érzik, hogy édes. Tehát megesznek akár egy nyers gyümölcsöt, csak úgy érzik, hogy desszertet ettek. Egy nagyon jó megoldás. Még egy újfajta édesítőt, természetes édesítőt szeretnék mondani, aminek az a neve, hogy taumatin. Lehet, hogy találkoztak már vele boltokban, taumatin. A gyártó elkövette azt a hibát, hogy egy ugyanolyan műanyag nagyon csúnya ilyen üvegbe tette, mint a mesterséges édesítőszerek, és ezért szerintem a legtöbbünk lesemeli a polcról, pedig ez egy fehérje alapú édesítő. Folyadék formájában van. Ugye 0 kalóriás, 0 szénhidrát tartalma, 0 cukortartalma, természetes, tehát egy növény, egy afrikai növénynek a gyümölcséből van kivonva, de nincs benne semmiféle fruktóz vagy glukóz. Nagyon-nagyon erős a hatása, tehát olyan, mint egy mellékízmentes stevia, és szinergikus a hatás, ami azt jelenti, hogy felerősíti a vele együtt alkalmazott másfajta édesítőket. Tehát azt is ugye sokszor hallom, hogy hát jó az xilit, eritrit, stevia, hogy milyen drága. És akkor például ezzel a taumatinnal ezzel nagyon jól lehet ezt ellensúlyozni, tehát mondjuk meg lehet akár negyedelni, vagy ötödölni a felhasznált cukoralkoholnak a mennyiségét. Ez is tudott lenni már taumatin. Taumatin. És ez drága, ugye? Nem, ennek egy olyan 300 ml-es folyadék 700 forint. És édes. Nagyon édes, pár csepp kell belőle, nagyon édes. Mert a xilit az nem édes? A xilit nem annyira édes, igen. Igen. Na hát ezért nagyon jó, ezt mi az alapítványnál találtuk, és sok édességet ezzel csinálunk, mert ebből pár csepp, és lehet, hogy még a xilit se kell, az mondjuk azért jó, én mindig azt mondom, hogy nagyon jó a stevia, meg nagyon jó a taumatin, de az ugye nincs benne rost, és mi a stabil vércukorszintnek egy alapvető igénye a rost, meg a jó emésztésnek is, tehát azok azért jók nagyon a cukoralkoholok, a másik nagyon hatásuk, ugye merő rostanyagok. De tessék ezt megpróbálni, már lassan nem is tudom hány embernek mondtuk ezt a taumatin. Betűzni is lehet vele? Betűzni. Persze, hőtűrő is, nem keseredik meg, abszolút, mindenfélére lehet. Aztán csátunk már vele lekvárt, cukorkákat, minden. Én szinte nem is találkoztam olyan, aki mellékízt érezne, mondjuk, mondom, ez még nem egy régi dolog, tehát nem olyan, mint a stevia. Igazából tényleg. Igen. Hát mondjuk olyan szerencsés, mert van, aki egyszer nem tudja megszokni ezt a stíviát, ez ilyen ízlés kérdése. Én tudom, én is szeretem azokat, de van, aki kiérzi. Hát, mondjuk ez is egyébként nagyon fontos, hogy mibe, tehát a konyha technológia, mert ugye egy kávéba ott nagyon érezni, érdekes. Azt hívja, hogy az ember, hogy a kávé az egy keserű dolog, ahhoz mindegyben édeset ad az ember, de nem. Tehát a kávé édesítéséhez például a stevia szerintem az tényleg nagyon nem jó. Aztán vannak, amik meg abszolút jó, például ez a taumatin. Egyébként még a kávéről is mondanék pár szót, ezt rehabilitálni kell, ezt a kávét, mert ugye nagyon elterjedt az utóbb, főleg 80-as évektől kezdve, hogy egészségtelen. Hát például cukorral, tejjel az is, úgy valóban nem jó, de a kávé rengeteg olyan csersavat, meg olyan keserűanyagot tartalmaz, ami például a májnak hihetetlen jó, az emésztésnek nagyon jó, a Gerson terápiában is használják pontosan, tehát még akár belsőleg is. Azon kívül pedig rengeteg olyan anyag van benne, ami véd a Parkinson-kor ellen és a multiple szklerózis ellen, amik ugye elég szörnyűek, tehát agyvédő anyagokat tartalmaz. Jó minőségű kávét kell inni, cukor nélkül, tehát valami jó édesítővel, és a tejet
tejet sem ajánlom hozzá, mert a tejben nagyon sok egyébként a tejcukor, és így a kávéval főleg reggel nem jó, tehát nagyon meg tudja dobni a vércukorszintet. A tejszín már jobb, mert ugye az olajos, zsíros, és az kitolja a cukor felszívódását. Hogyha valakinek túlsúlya van, akkor neki egy picit figyelni kell, de mondjuk egy kávéban egy kanál tejszín az, az bőven lehet. Meg vannak nagyon növényi tejszínek, otthon is lehet csinálni például. De a tejszín az, az más, azt úgy jobban lehet. És akkor igazából most már így, ha van valami kérdés, akkor nyugodtan. A mangalica zsírról van itt szó. A mangalica, hát ugye volt egy olyan 2-3 év, amikor így feldobottak ezek az eredmények, hogy jó, aztán azt kell mondjam, hogy ezeket úgy megcáfolták, tehát hogy gyógy, vagy ilyen egészségvédő anyagot azt nem találtak végül is benne. Az biztos, hogy sokkal egészségesebb, mint a sertés, tehát annál egy fokkal feljebb van, de az, amiket tulajdonítottak neki, azt így nem sikerült mögé tenni. Hogyha egyébként megkeresnek engem, akkor minden, amit most mondtam, mindenről el tudom küldeni az anyagokat, a forrásokat, akár egy hosszabb tájékoztatót, tehát minden, amiről most beszéltünk, ezt is, hogy a mangalica sajnos nem sikerült bebizonyítani, hogy egészségvédő hatású lenne, de jobb, mint a sertési. Hát az meg, az jó. Igen? Valamikor, vagy 10 éve a tévében egy orvos, nem tudom a nevét neki, de azt mondta, hogy reggelről mindig valamennyi zsírt kell fogyasztani, hogy az epe kiürüljön. Azóta se hallottam sehol erről, csak az egészséges reggeli, ugye, műzli, zsírmentes tejtermékek, kefir, zsírmentes sajtoktól. A zsírfóbia, ezt valahogy már sokkal jobban ismerik az emberek, mint azt, hogy aki reggelről egy kis ügy mellett a ugye, könnyen hasnalméri gyulladáshoz vezet, ha epekő van. A feleségünknek epekő van bor, és tév tizedeken keresztül hasnalméri gyulladásba ment át az epekő, ezáltal hogy hívjuk. Aztán minden második, harmadik nőnek eltávolítják az epehólyagját, és utána ugye az epe csorog bele a patkot, ami erős irritáció. Tehát ezt valahogy sokkal jobban kellene propagálni, nem a zsírmentes műzlit meg a agyam, egy reggel nagyon csinos szőke dietetikusok nyomják ott a... Így ma össze akarom karmolni magam, azért valami zsírt akkor tojás. Ezzel az a helyzet, hogy ez úgy alakult ki, én nagyon szeretem ezeket visszanyomozgatni, hogy ezek az ilyen táplálkozás tudományi tévhitek, hogy kaptak lábra. Nagyon sokszor egy-egy lobby áll mögötte egyébként, ezt tudni kell, ez főleg Amerikában volt az 50-es években, hogy az egyik lobby kitalálta, hogy hogyan lehetne reklámeszközökkel a vetélytársat tönkretenni, aztán ezek beépültek a köztudatba. És a 80-as években óriási járvány volt Amerikában, hát úgy járvány, hogy a szív- és érrendszerű betegségek már tényleg minden második embernek 40-50 évesen szív problémái, szívrohamot hasonlók. És akkor elkezdték keresni a mumust, és a zsírba találták meg, ami egyáltalán nem így van. De ez azóta tartja magát, ez a téfit, és nagyon egyetértek azzal, hogy egy reggeli az legyen zsírba gazdag. Persze, mint mondtam, megint, tehát mint dietetikusként azt mondom, hogy minden egyes ember szervezete más, mindenkinek magára kell szabni. Ez alapvető, azt nézve, hogy milyen a hajlam, milyenek a betegségek, milyen a géntérkép, de nagyon sok okból hasznos a reggeli zsírfogyasztás, ahogy az úr is mondta, az epe kitisztítása, egy stabil vércukorszint, az agynak energiát ad. Most például nagyon jó találmány, az úgynevezett golyóálló kávé, amikor a kávéba kell beletenni a zsíradékot, összeturmixolni, és az egy hihetetlen jó hatása van, például az agynak is, ugye, meg az idegrendszernek nagy szüksége van a zsírra. Amit én itt tudok ajánlani, az a tisztított vaj, ghee, vagy más néven jászvaj, több néven ismerik, abból otthon is meg lehet csinálni, el kell párologtatni belőle a vizet, nagyon-nagyon jó hatása van. Szóval igen, én ajánlom. Két tojás között. Tojást is szabad. Tojást is szabad. Ott volt egy kérdés hátul. Igen. Édesanyám kapcsán jut az eszembe, hogy igaz-e az, hogy a diabéteseknek tilos az asszalt gyümölcs fogyasztása.
Igen, ez igaz, mert ugye a gyümölcsökben amúgy is nagy a fruktóz tartalom, ugye hiába úgynevezett gyümölcscukor, ez nem fog jót tenni nekik, főleg amikor megasszalunk, akkor eltávolítjuk belőle a nedvességet, tehát még koncentráltabb formában fogja tartalmazni, tehát az nagyon-nagyon tilos, arról nem beszélve, hogy elég kevés a most ismét visszatérek, otthon házilag, vagy egy manufaktúrában egészségesen asszalt gyümölcs. Általában megint szeretné az élelmiszeripar felgyorsítani, különböző kénes összetevőkkel ezt pár nap alatt lerendezik. Nagyon-nagyon rossz az idegrendszernek. Rendszeres ez a... Van egy ilyen, a táplálkozás tudományban már egy ilyen kifejezés, hogy fügefejfájás, amikor az ember megeszik egy pár szem fügét, és majd lepattan a feje, az azért van, mert tele van nyomva kémmel, meg olyan gázokkal, amik rendkívül rosszak az embernek. Tehát, hogyha anyukája szereti ezeket, akkor ezt sajnos mással kell helyettesíteni. Hogyha semmiképpen nem tud lemondani róla, akkor például ott vannak a liofilizált gyümölcsök, az már egy kicsit másfajta kategória, és azokat általában olyanokból csinálják, amik nem is nagy glükóztartalmúak, tehát vagy fruktóztartalmúak, például a bogyósak, azok ugye azok fogyaszthatók cukorbetegeknek, vagy például az eper, ami kifejezetten hasznos, tehát azt is lehet, de neki az ilyenekről eléggé le kell mondani. Nem szeretek másokról rosszat mondani, főleg nem így cég, főleg, hogy nincsenek itt, az úgy rossz érzés, de az a gond a Regenorral, hogy javasol mellé egy diétát, és a diétának például alapvető része a fehér kenyér. Na most ez, én ezt hallottam, ez így, egy barátnőm így fogyasztotta, vajas kenyeret evett mindig, mert ugye a zsír az lehető. A vaj is tilos, tehát a hely a Hát ahhoz, hogy ez is egy érdekes dolog, hogy attól, hogy megpirítjuk, attól, ha belegondolunk, az, hogy a kenyér szárazabbá válik, attól se a molekula szerkezete, se a tápanyag nem fog elpárologni a levegőbe, attól, hogy én megpirítom. Szóval ez is egy ilyen érdekes, hogy... Ne. És az élesztőgomba meg sem... Hát megsütjük már egyszer a kenyeret. Tehát a kenyémáncén meg van sütve, és az élesztőgomba az mindenféle módon. Nem tudom, amikor kovászról beszéltem, már itt voltak-e. Pont azt mondtam, hogy a kovász az nagyon-nagyon előnyös az egész bélflórának, az egész emberi szervezetnek, az élesztő nem. Akkor most annyit mondani kell a Regenorról, hogy lehet, hogy nekem rossz infóim vannak róla, akkor esetleg majd utána beszéljünk. Én azt olyan tapasztalatom volt ezzel, hogy egy hölgy, aki szedte, az inzulin rezisztanciából sokkal súlyosabbra fordult, de ő lehet, hogy nem jól tartotta. Azt tudom, hogy ez egy ilyen piros bogyósokból álló folyadék, amit szedni kell. Hát ezekkel az ilyen standardizált diétákkal nekem az a bajom, hogy ahány fűszál van, ahány hogy is mondjam, csepp tenger a vízbe, annyira különbözőek az emberek, tehát minden például ilyen hópihemás. Ha belegondolunk, hogy milyen géntérképet hozunk, mik voltak a betegségünk, milyen az életmódunk, hát így nagyon nehéz rámondani az ilyen alapelvek mellett, hogy persze ne együnk túl sok cukrot, ne együnk műzétrengést, de hogy ezt mindig meg kell nézni mindenkinél. Először is a bélflóra milyen állapotban van. Szedtetjük a legjobb dolgokat, honnan már nem szívódik fel. Dobjuk ki szemétbe a pénzt a sok vitaminért. Tehát itt volt például szó egy Erzson terápiáról, van, hogy föntről már nem lehet bevinni a dolgokat, csak egy másik úton. Ott viszont egész hatékonyan lehet. Szóval így most nem mondanék semmit a Regenorról, de én nem tartom kifejezetten egy jó dolog, mint hogy semmi olyasmit, amikor azt mondják, hogy itt ez a termék, edd meg ezt, és ettől majd lefogysz. Ha ez sikerül, akkor nem lenne túlsúlyos ember a világon, és hát Magyarország például a negyedik helyen áll most az elhízott emberek listáján. Már csak Amerika, meg aztán Mexikó, meg ilyenek előznek meg minket, ami elég szégyen. És akkor ezen változtatni kéne, de szerintem ez így nem megy ilyen standardizáltan. Tehát érdemes felkeresni egy szakértőt, aki úgy végigmegy önnel azon tényleg, hogy... Meg ugye mi az, ami betartható, mert ezek a kúrák általában olyanok, hogy így egy hónapig lehet őket tartani, aztán abba hagyjuk, sokkal több jön föl, mint ami lement. Egy nőnél amúgy is általában az első 3-4 kiló az víz.
Tehát igazából az nem is egy fogyás. És főleg ugye a hasi zsírok, amikor el vannak raktározva, azok nem fognak egy ilyen valamilyen kúrától lemenni. Tehát olyan, ami betartató, olyan kell, ami az embernek hozzáillik a munkarendjéhez, az életritmusához, tehát ki kell alakítani, és aztán inkább egy életmódváltás, azt mondanám. Nehéz, de... A paleolit, mindjárt mondom, mi a paleolitról, csak még ott van egy kérdés, még 4 percünk van az alatt, még gyorsan ezt. Jó, gyorsan. Gyors. Gyújgombákról mit gondolt? Főleg a gyapjas kintzalú gombáról, hogy használ-e? A gyújgombák nagyon jók, igen. Tehát kifejezetten ajánlom őket. Nagyon jók tinktúrában is, különböző készítményekben, igen. Igen, a gyújgombák jók. Tablettes formában is? Tessék? Tablettes formában is? Minél közelebb vagyunk a természethez, ez annál jobb. Van tehát a szárított gomba nagyon jó. Aztán a tinktúra az ugye csak a vizes vagy alkoholos áztatása. A tabletta az már le van préselve, amellett már van hordozóanyag. Azt mondanám, hogy a tablet még előtte van a kapszula, amikor ugye a por maga csak be van fogadva a kapszulába, de a tabletta az már a legutolsó. Tehát mindig előtte még valami. Itt volt egy kérdés a paleóról. Ez a paleó az nagyon érdekes dolog, mert egy pár évvel ezelőtt minden erről szólt, és most már egyre kevesebbet hallunk róla, meg már nincs is annyi paleó volt, és ez nekem az a tapasztalatom, hogy amikor valaki elkezdi a paleót, akkor nyilvánvalóan sokkal egészségesebb lesz, hiszen mik az alapelvek? Ne együnk finomított cukrot, ne együnk finomított szénhidrátot, semmi mesterséges ne fogyasszunk. Hát ezt valaki betartja, akkor nagyon-nagyon egészséges lesz az elején. Aztán viszont elér egy platót. Vannak erről már könyvek, hogy a paleó plató, hiszen a túl sok állati zsír, sajnos, az nem egészséges. Nem beszélve arról, hogy milyen a nagyipari állattartás. Én sajnos dolgoztam egy olyan helyen, egy hónapot bírtam csak, ahol én adtam el azokat a dolgokat, amiket a nagyipari állattartásban megesznek az állatok. Ezt majd szívesen elmondom személyesen. De hogy az nem a mi javunkat szolgálja, az teljesen biztos. És a paleónál ugye azt mondja, hogy minél több állati fehérjét. Nyilvánvalóan ezt háztáival vagy hasonlóval ki lehetne küszöbölni. Viszont a húsban nincs rost. Tehát azt mondjuk, hogy húsrostokból állam, inkább csak egy elnevezés, tehát rostanyagot nem tartalmaz, és csak fehérjét. Rost szegény nagyon az emberek étrendje, ami megint a vércukorszint szinten tartásához nagyon fontos. Aztán most csak így nagyon gyorsan belemegyek abba, hogy amikor eszünk állati fehérjét, akkor ugye ki kell áramoltatni azokat az emésztőenzimeket, ugye a savasokat ahhoz, hogy ezt meg tudják emészteni. De ha bármit teszünk már mellé, akkor ahhoz jön a lúgos kémhatás. Most mit csinál a savas meg a lúgos? Együtt kioltja egymást. Tehát az emésztődés nem biztos, hogy olyan jó lesz, ahogy mi azt szeretnénk. 7 éve paleózunk a feleségemmel, és azt vettem észre, hogy a vizeletemnek a pH-ja semleges, 7-es. Az jó. 7-es, 7 és feles. Az jó. Inkább lúgos. Jobb a lúgos vagy a semleges, mint a savas, mert a savas nem szeretik a sejtet. És... tehát jókat tapasztaltunk, lehet, hogy van, akinek nem jó, van, akinek rosszabbodik az állat. Nagyon fontos, hogy mit fogyasztanak, ugye, ahogy az előbb is említettem, valószínűleg nem feldolgozott víslit, feldolgozott élelmiszereket. Nem szalámit, az még... Hát erről van szó, ugye, ez a másik. Inkább szalonnát. Zsír, igen. Nagyon sok szalonnát. Tojások. Mondta, hogy foglalkozott az értékesítéssel, hogy mit esznek az állat, ugye, abban benne van a fehérje, hormonok, mit? Szerintem hormont is adnak a... Vége van, de műsoron kívül elmondom. Köszönöm szépen!